Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy olyan nagyon egyszerű, hullámos azsúr mintát nézünk meg, amelynek a kötése során gyakorlatilag egy sort kell megjegyeznünk. Ezek a nagyon éles, meredek csúcsok vagy hullámok ott szoktak kialakulni, ahol több balra, majd jobbra dőlve összekötött szem találkozik. Most sincs ez másként. A két mintaegység találkozásánál vagyunk, ahol az első mintaegységet úgy fejezzük be, hogy háromszor két szemet összekötünk balra dőlve, míg a mintaegység elején háromszor két szemet jobbra dőlve kötünk össze. Ez formálja ezt a nagyon szép hullámot. Indulunk tehát úgy, hogy háromszor két szemet jobbra dőlve összekötünk, befejezzük a mintaegységet úgy, hogy háromszor két szemet balra dőlve kötünk össze, a kettő között pedig hat azsúrjukat látunk, amit öt sima szem választ el. Ebből az is következik, hogy egy mintaegység háromszor kettő, ször kettő, plusz öt, azaz 17 szemből áll. Ezen a darabon tehát két mintaegységet kötöttem, kétszer 17 szemmel, és ehhez csak a két szélszemet adjuk hozzá, ami azt jelenti, hogy 36 szem van a tűn. Magasságban a mintaegység négy sor, de amint mondtam, gyakorlatilag egy sor kötését kell megjegyeznünk, ezt, amit már az elején elmondtunk, hogy háromszor két szemet jobbra dőlve összekötünk, hat azsúrjuk öt simával elválasztva, valamint a végén háromszor két szemet balra dőlve összekötünk. Erre a színén kötött sorra a visszáján fedetten válaszolunk, ebben az esetben ez azt fogja jelenteni, hogy végig fordított szemeket kötünk. A harmadik, negyedik sorban pedig lusta kötés következik, ami azt jelenti, hogy mindkét oldalán sima szemekkel haladunk a kötésnek. Nézzük tehát az első sort, gyakorlatilag a minta fő sorát. Itt kezdéskor, a szemfelszedés után kötöttem egy nulladik fordított sort, könnyebb így indulni az első sorral, a jobbra és balra dőlő fogyasztások miatt. Az első sort tehát kezdhetjük rögtön a szemfelszedés sora után, vagy egy nulladik fordított sor után. Az első szélszemet mindig simán leemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Két mintaegységet kötünk tehát, kétszer 17 plusz 2, 36 szemmel. Szélsze. A mintaegység elején háromszor két szemet jobbra dőlve összekötünk. Ehhez nekünk csak simán össze kell kötnünk két szemet. Jobbra egyszer, jobbra kétszer, jobbra háromszor. Most jön a hat azsúrjuk, sima szemekkel elválasztva, tehát ráhajtás, sima egyszer, ráhajtás, sima kétszer, ráhajtás, sima háromszor, ráhajtás, sima négyszer, ráhajtás, sima ötször, és még egy ráhajtás. A mintaegység végén pedig háromszor két szemet balra dőlve kötünk össze, ehhez az első szemet simán átemeljük, a második szemet simán kötjük, majd az átemelt szemet a simán kötöttre ráhúzzuk. Ez volt tehát balra egyszer, balra kétszer,
balra háromszor. Itt fejeződik be az első mintaegység, újra kezdjük. Itt találkozik tehát a sok balra, majd jobbra dőlő fogyasztás. Háromszor két szemet összekötünk jobbra, jobbra egyszer, jobbra kétszer, jobbra háromszor. Jön a hat azsúrjuk sima szemekkel elválasztva, ráhajtás sima egyszer, ráhajtás sima kétszer, ráhajtás sima háromszor, ráhajtás sima négyszer, ráhajtás sima ötször, és még egy ráhajtás, és a végére maradt háromszor balra dőlő fogyasztás, balra tehát egyszer, balra kétszer, balra háromszor. Itt fejeződött be a második mintaegység, és még a szélszemünk van a sor végén. Ez volt tehát az első sor. A második sor következik, szélszem. És fedetten kötünk, ami azt fogja jelenteni, hogy végig fordított szemekkel haladunk. Az előző sor ráhajtásait is fordítottan kötjük. Szélszem. Ez volt a második sor. A harmadik sor következik, szélszem. És végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Ez volt a harmadik sor. A negyedik sor következik, szélszem, és itt is végig sima szemekkel haladunk. Szélszem. Ez volt a negyedik sor. Ezzel a négy sorral végére értünk egy mintaegységnek magasságban, a továbbiakban az elsőtől a negyedik sorig ismételjük a mintát.
Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek.